Így néz ki idén a fehérvári stand az utazás kiállításon. Ez évben a város a Pákozdi Katonai Emlékparkkal és a Móri Borvidékkel közösen mutatja be kínálatát az érdeklődőknek a Hung Expo D pavilionjában. Ezzel egy olyan komplex kínálatot tudunk felmutatni, amely Székesfehérvár turizmusának fejlődésében is nagyon jelentős részt képvisel. A két társkiállítónak köszönhetően egyfajta turisztikai csomagként a város határait túllépve kínálják tehát idén a programokat. A fehérvári kulturális programokat a Móri gasztronómia és a pákozdi hagyományok egészítik ki. Magasan az átlag fölött teljesített a város a tavalyi évben is. Székesfehérvár egyre keresettebb és kedveltebb turisztikai célpont a belföldi kulturális turizmus terén. Ez derült ki a 2017-es turisztikai adatokból. Az elmúlt évben 19%-kal nőtt a vendégészaka szám a városban, ami átlagon felüli növekedést jelent, hiszen a megye egészében a növekedés 8,6% volt, és az országos átlagot is magasan megelőzi a város. Hatalmas nagy növekményt értünk el, sokkal több turista érkezett Székesfehérvárra, mint a korábbi években. Bár hozzáteszem, hogy nekünk nem voltak a turizmussal kapcsolatban ilyen nagyon kitűzött, konkrét szám céljaink. Mi csak úgy gondoltuk, hogy tennünk kell a dolgunkat. Emellett annak talán még jobban örülök, hogy a Szent István Király Múzeumban volt egy nagyon drasztikus és agresszív látogatószám növekmény. Sokkal többen látogatták a Szent István Király Múzeum kiállításait. Nyilván komoly nagy kiállításokat rendezett a múzeum, úgyhogy ez is egy nagy öröm. Én azt remélem, hogy, mert a személyes példámból is azt látom, hogy az ember, ha utazik Európa különböző országaiba, vagy ha a biztonság megengedi akár Európán túlra is, akkor kíváncsiak vagyunk a másik nemzet történelmi múltjára, kíváncsiak vagyunk a kultúrájára, az építészetére, a művészetére, kíváncsiak vagyunk az emberekre, hogy milyen hangulatban vannak, hogy élnek az utcákra, a terekre. Kíváncsiak vagyunk az országokra éjszaka is és nappal is, mert teljesen más mutatnak éjszaka. Kíváncsiak vagyunk a gasztronómiájára, a finom boraira, az italokra. Tehát ezért utazunk egymáshoz, hogy megismerjük egymást. Én azt remélem, hogy hozzánk is azért jönnek Európa országaiból, mert kíváncsiak a kultúránkra, a művészetünkre és mindazokra, amiről az előbb beszéltem. Ebben a reményben hoztuk el történelmi bábjainkat ide az utazás kiállításra is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy bárhova utazunk velük, mindig hihetetlen nagy az érdeklődés, őrült nagy a fotózkodás. Ebből azt szűrjük le, hogy azért ez egy kurens dolog, ebben a formában művészi módon megmutatni a történelmi múltunkat, és elhoztuk a Tele élettel filmünket is, mert büszkék vagyunk a hangulatára, nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk arra is, hogy egy biztonságos, élhető mutatnak. Az idei utazás kiállításon Székesfehérvári standon két társkiállító is helyet kapott a környékről, tehát Székesfehérvár a maga turisztikai kínálatát most a térséggel együtt mutatja be, ami természetesen egy szélesebb palettát jelent, hiszen itt van a standon velünk a Pákozdi Katonai Emlékpark társkiállítóként, illetve a Móri TDM Egyesület, csodálatos borkirálynő és kóstoló, tehát a kulturális kínálatunk mellé egy kis színfoltként még gasztronómia és hagyományőrzés is társul. Székesfehérvár pedig elsősorban a kulturális kínálatával van jelen, egy elég látványos, impozáns méretű LED falon az idei programkínálatot mutatjuk be a látogatóknak. Szóval most közös a stand a Móriakkal, meg a Pákozdiakkal, az azt jelenti, hogy akkor most itt elindul egy még szorosabb együttműködés a jövőben, vagy van ilyen jellegű terv? A Pákozdi Katonai Emlékparkkal, illetve mondhatom talán azt, hogy a Velencei tóval évek óta nagyon szoros turisztikai együttműködésünk van. Az pedig, hogy Székesfehérvár turizmusának építése közben a város határain túllépve próbálunk kínálatot felmutatni, az nyilvánvalóan azt a törekvést szolgálja, hogy egy szélesebb kínálattal hosszabb tartózkodásra, több szolgáltatás igénybevételére sarkaljuk és ösztönözzük a látogatókat.
A Katonai Emlékpark Pákozdon nemzeti emlékhelyként gyakorlatilag negyed órányira a székesfehérvári nemzeti emlékhelytől található. Van is a kínálatunkban évek óta olyan csomag, amely két nemzeti emlékhely egyben történő meglátogatását ösztönzi. Morral pedig a Móri borvidék, borkóstoló, bortúrák kapcsán szintén van, a kínálatunkban létezik most is csomag. Ha már látogatókról van szó, akkor nézzük most az adatokat, hogy tavalyi évben, 2017-es évben Fehérvárnak, hogy alakultak a vendégészek a számai. Hát azt kell mondjam, hogy a töretlen lendület folytatódik olyannyira, hogy 19%-os vendégészaka növekedést produkált a város, ami az elmúlt éveknek nagyjából megfelelő mérték, bár a tavalyit is még bőven meghaladja. Miközben mondjuk a megyei átlag csak összehasonlításképpen 8,4%, de az országos átlag is egyszámjegyű növekedést hozott, úgyhogy kimagasló volt ismét a városunk iránti érdeklődés és kereslet. Ami még beszédes adat, hogy ezen belül a 154 ezer vendégészakán belül 46%-ot töltöttek külföldiek ebből, és 56%-ot a belföldiek, tehát egyértelműen látszik, hogy a növekedést a belföldi turizmus teszi ki, ebben pedig nagyon jelentős részben a szabadidős, illetve a kulturális városlátogatások veszik ki a részüket, tehát azt gondoljuk, hogy igenis a belföldi látogatók kíváncsiak a kulturális értékeinkre, rendezvényeinkre, programjainkra. Ennek kapcsán pedig itt egy újdonságot is bemutattak az utazás kiállításon, ez pedig egy Fehérvárról szóló könyv, erről mit érdemes tudni? Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával íródott több mint egy éves munka eredményeképpen egy székesfehérvári útikönyv, ez tavaly évvégén debütált, de ezt a pillanatot választottuk arra, hogy bemutassuk, szót ejtsünk róla, hiszen nagyon fontos mérföldkő ez, hogyha azt mondjuk, hogy a belföldi turistákra számítunk, belföldi városlátogatókra számítunk, az ő érdeklődésükre építünk, akkor nagyon fontos, hogy az ország valamennyi könyvesboltjában elérhető legyen egy olyan székesfehérvári összeállítás, amelyben gyönyörű képekkel egyben tudjuk bemutatni a kulturális kínálatot, a szabadidős kínálatot, gasztronómiát, szálláskínálatot, és természetesen ebben a kötetben is a környező látnivalók is helyet kaptak, a Velencei tó is kiemelten. A fehérvári turizmusban pedig továbbra is kiemelt cél a szezonalitás csökkentése és a látogatási idő meghosszabbítása. Az egyre növekvő turizmusról beszélt Varga Tamás is, mely szerinte annak is köszönhető, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. A honvédelmi miniszter helyettes a Pákozdi Katonai Emlékpark programjait ajánlotta mindenki figyelmébe. Székesfehérvár, Fejér megye, és azt mondom, egész Magyarország turizmus alatt nagyon sokat fejlődött az elmúlt 8 évben, köszönhetően természetesen annak, hogy a magyar kormány és az intézményeink keresztül odafigyelt a turizmusra, odafigyelt a szakmai szóval turisztikai desztinációk fejlesztésére, erre pénzt, Európai Uniós és magyar forrást is áldozott, és hogyha majd végre megérkezik a tavasz, és nem csak márciust írunk, hanem tavasz is lesz, akkor az utcák megtelnek majd turistákkal, magyarországi turistákkal, tehát Magyarországon belül utazó magyar turistákkal, és külföldi turistákkal is. És nem szabad elhallgatni, hogy ez köszönhető annak is, hogy Magyarország évek óta az egyik legbiztonságosabb ország Európában, hogyha más turisztikai célpontok eszünkbe jutnak, Párizs, Köln, Németország, vagy akár Egyiptom, a híradásokban nem a turizmusról esett szó, hanem azokról az erőszakos cselekményekről, amik ott történtek. Magyarországon ilyen nincs, Magyarország nyitott szívvel várja az ideérkezőket, benne Székesfehérvár a nemzettörténelmi fővárosa, és mellette Pákozd a katonai emlékhely, az egyetlen olyan nemzeti emlékhely, amely katonai nemzeti emlékhely, és ez különösen fontos ebben az esztendőben, hiszen 170 éves a Magyar Honvédség, és ez a Magyar Honvédség, amely 170 éve megszületett ott Pákozdon, aratta első nagyon fontos győzelmét 1848-ban, és ez az emlékhely állít emléket az azóta
életüket a hazájukért áldozó magyar katonáknak. Véleményem szerint az, hogy Varga Tamással közösen dolgozunk a térségért, Székesfehérvár és környékért, az egy olyan együttműködési idézőjel bevett kényszer, amely a turizmus területén mindenképpen megjelenik, és nyilván Székesfehérvár Fehér megye fővárosa, de a rákapcsolódó települések fejlődési előtt nem állít gátat, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan oldalvízi húzás jelent a környező településeknek, amely a turizmus pontjaiban, százalékaiban megjelennek. Hogyan tudják elsősorban segíteni egymást, mondjuk teszem azt Fehérvárt és Mort vegyük? E két település első között volt azoknak, hogy létrehozták a turisztikai desztinációs menedzsmentjeiket. Ezek az egyesületek összedolgoznak, mint a mai nap is mutatja, közösen jelennek meg itt a budapesti standon, és hát ha rendezvényeket nézzük, kulturális rendezvényeket Újszékesfehérváron és Móron, akkor azt látom, hogy azok az együttesek, amelyek mondjuk a királyi napokon fellépnek, másnap jönnek ki Mórra, és ez fordítva is igaz lehet, a Móri Mór bor belátogat Székesfehérvárra. Ráadásul a infrastruktúra is komoly szerepet játszik, épülnek a kerékpárutak, újulnak meg a kastélyok, gondolok itt Mór Csókakő Csákberény kerékpárútra, vagy a Fehérvár Csurgói kastély felújítására, de a délvidéket nézem, Nádasladányi kastély felújítás is abban a programban illeszkedik, amely a hazai turizmust kiszolgálja. Meggyőződésem, ha ezen az úton haladunk tovább, és ez az összetartás megmarad, akkor egész Fehér megye fellendül. A Székesfehérvár nevét én sokszor magamba fordítottam le, hogy mit jelent az, hogy mondjuk székes, legyen a szék mondjuk egy királyi trón, mert hát Magyarország első fővárosa Székesfehérvár volt Szent István idejében. Fehér a régi időkben a fehér az elsőt jelentett, tehát az első megyéje, az első fővárosa. A vár az pedig az, amely évszázadokán át megvédte Magyarországot, megvédte településeinket. Azt gondolom, hogy ez a motto mellett miután lehetünk büszkék Fehér megyére és annak fővárosára, Székesfehérvárra. Az utazás kiállításon mutatták be a Székesfehérvár útikönyv neked című könyvet is, amely hiánypótló kiadvány, benne minden fontos információ, valamit a városról tudni érdemes szállás, étterem, útvonal vagy kiállító helyek tekintetében. A vasárnap estig tartó utazás kiállításon várnak minden érdeklődőt. Székesfehérvár városát két térségi partnerével, a D-pavilon 303D standján találják meg a látogatók.